Szent Mihály napja hagyományosan az ősz kezdete, hiszen régen ilyenkor hajtották be az állatokat a legelőről, és ilyenkor kezdődtek az őszi-téli munkák. Jellemzően vásárokat is tartottak, ezt a szokást elevenítik fel Reziben évről évre. A Laki Demeter turistaház udvarán helyi termelők kínálták portékáikat. Az idősek arról is meséltek, hogy gyerekkorukban hogy teltek a Mihály napok. Akkor a bátakarítások közösen, még gyerekkoromban a rokonokkal összeálltak, és úgy ment a bátakarítás. És amikor végeztünk, akkor egy nagy ebéd volt otthon. Azok is jók voltak, meg akkor még fiatal gyerek voltam, úgyhogy mindenhogy jó volt. A szülőket, nagyszülőket, az óvodások és az iskolások is műsorral örvendeztették meg. A gyerekek népdalokkal, népi mondókánkkal készültek, de egy Mihály napi vásárt is felelevenítettek. Az előadás minden évben nagy érdeklődésre tart számot. Ezt követően Kis László esperes kérte az úráldását a terményekre, és mindazokra, akik azokat feldolgozzák és elfogyasztják. A betakarító nap és Szent Mihály napi vásár célja az is, hogy a hagyományokat továbbadják a fiatalabb generációnak, illetve népszerűsítsék az egészséges táplálkozást. Valamilyen szinten reneszánsza van ennek a műfajnak, hiszen próbálunk valamennyien most már egészségesebben táplálkozni. Azt gondolom, hogy ez a mai korban nagyon fontos dolog, és nagyon sokan tudatosan is próbálnak erre rá fűzni munkákat is, meg a mezőgazdaságba is tevékenykedni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mi korosztályunk is egyre többen beállnak a kiskertekbe, és művelik azokat. A Rezi Ízek Őrzői és a Vidám Nagyi Klubja finomságokkal készült a rendezvényre. A bográcsokban rotyogtak az ételek, gulyáslevest és szilvás laskát lehetett kóstolni.